estét! Jó estét kívánok! Egy pillanat, hagyj jussak szóhoz! Jó, jó, megtévesztően jó a fizimiska, de előbb-utóbb itt a műsőség, ismeri a mesét, ugye? Ismeri a mesét, a műsőség. Vigyázz, szó, hogy kire fukkadjunk, mert jövök az igazi. Nem kellene, az orrsövényt nem kellene megoperálta, csak kérdezem. Egy pillanat! Maga nagyon-nagyon-nagyon borzasztóan illetően és galosz, ez nem humor, gúnya. Mióta magázódunk, nem mindegy. Én ismerlek titeket, emlékszem még, Nagy Solivér magivel, fogalmam sincs, hogy melyik, de emlékszem még, mikor jöttetek oda és nem volt munkátok. Én akkor adtam, most meggondolnám. Ez mit szól? Mind a ketten ugyanolyan kövérek, hogy küszködünk a hízása. Érdekes, amikor én meghízok, rögtön a fejemre jön a sok súly. Ön is így van vele? Nem, én most fogyókúrázom például. Van a napkertében önnek egy bizonyos jegyzete, ugye? Mint a bagoly, úgy csinálok. Nem. Nyugodtan. És abban ketten vannak, ugye? Igen. Olyan, mintha ketten lennének, de igaziból nincsenek ketten. Mi lenne, ha mi ezt együtt csinálnak, és összenőnék, és mindenhova együtt mennék, és együtt törnék borsot mindenki orra alá? Na? Jaj, szépen. Azt az a javaslatom, hogy ha most mi lenne akkor... Mint a szándokának, olyan a szemöldököm, igaz? Jó képű, sárkos. Jó, igen. Jó, egyébként nagyon jó képű. Kicsit jelentéktelen, de jó. Hogy ha mondjuk én itt maradnék, és csinálnám a magam dolgát, igen. És kegyed hazamenne Bazitára, és igen. Elvégezné helyettem, amit ott kell. Csak félek, hogy elbazítanám. Meglássuk, mi a véleménye? Fogyjunk. Én most már 2 kilót igen. Fogytam, 2-t fogytam. Onnan is lemehetne speciál. De bizony. Köszönöm szépen.